Az egyik legfontosabb változás januártól, hogy azok a szülők, akik a családi kedvezményt teljes összegben eddig nem tudták igénybe venni, 2014-től azt családi járulék kedvezmény formájában az egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékukból is érvényesíthetik. Ezzel a legalacsonyabb keresetűek köréből 260 ezer családjuk többletjövedelemhez. Az adótanácsadó szerint a gyerekeket nevelők számára fontos, hogy ki milyen nyilatkozatot tesz munkáltatójánál az adó kapcsolatban. Brutó 100 ezer forintos bejelentett munkabérnél két gyermek esetén 17 ezer forint a megtakarítás, 500 ezer forintos brutó bérnél három gyermek esetén pedig 85 ezer forintos megtakarítást jelent. Fontos magánszemélyekre vonatkozó könnyítés például, hogy 2014-től minden első lakásszerző kérheti az állami adóhatóságtól, hogy az illeték megfizetésére 12 havi pótlékmentes részletfizetést engedélyezzen, Emellett megszűnik a kedvezmény 35 éves életkorhoz kötöttsége. A vállalkozások esetében nagy horderejű változások nem lesznek 2014-től. A legfontosabb a ÁFA törvényben történt változás, itt az élő és félsertések esetében 5%-ra csökkent az adókulcs, illetve a gabona szektorban a fordított áfának a hatáját 2018. december 31-ig kiterjesztették. Változik még ezen kívül pár eljárási szabály, illetve az, hogy az adóhatóság most már elektronikus úton is értesítheti az adózót arról, hogy vizsgálat indult ellene, így a megbízó levelet elektronikus formába is kiküldheti. A társasági adókedvezmények esetében is lesz változás januártól. Ha a cég beruházásához hitelfelvétel kapcsolódik, akkor a korábbi 40 helyett a kamat 60%-a érvényesíthető majd kedvezmény formájában.